Az Észak-Kelet Magyarországi Hulladék Rekultivációs Önkormányzati Társulás még 2022-ben nyerte meg azt a több mint 980 millió forint támogatást, amelynek segítségével sikerült 9 kistérség 11 településén a régi hulladék lerakókat felszámolni, hangzott el a Mária Pócsi projektzáró rendezvényen. A programhoz azok az önkormányzatok csatlakozhattak, ahol eddig még a rekultiváció nem valósult meg. A társulás így végül a megye határon is átnyúlt. Akik csatlakoztak, azok valamilyen oknál fogva, akár elkötelezettség, vagy netalántán egy büntetés elkerülése szándékát, ők úgy gondolták, hogy igenis csatlakoznak, és így létrejött ez a társulás, és hogy miért volt fontos így társulásba, azért, hogy azt a pénzforrást, amely rendelkezésre áll, mivel nagy többségében kis településekről beszélünk, társulás nélkül nem érhettük volna el, tehát nem fértünk volna a pénzforráshoz. Egy-egy településnek a társulás létrehozása nélkül 50 és 100 millió forintos önerőre lett volna szüksége az egyéni megvalósításhoz. A 11 lerakó összesen több ezer négyzetméternyi területet jelent, a felszámolás két módszerrel történt. Voltak olyan hulladéklerakók, amelyeket elszállítással oldották meg a hulladéknak a megsemmisítését, és voltak, amelyek a helyben rekultiválás, tehát itt az újrahasznosításon volt a lényeg. Ha már voltak olyan humuszos jellegű anyagok, amelyeket újra fel lehetett használni, az helyben hagyták, és így történt meg. Emellett természetesen folyamatosan dolgozott a mérnök műszaki ellenőrcsapat, emellett mi végeztük az elszámolásokat, szükség volt változásbejelentésre, szükség volt támogatási szerződés meghosszabbítására. A társulás jelenlegi elnöke, Papp Bertalan szerint, bár a projekt lezárult, ezentúl is foglalkozni kell a rekultivált területekkel. Olyan területet kaptunk a projekt során, ami egy szép füves tele, mint egy focipálya. Ezt kell az önkormányzatoknak karbantartani, kaszálni füvet, vágnak kinek milyen területe van, több évig, illetve megóvni. Talán a legnehezebb feladat ez lesz, mert sajnos az ilyen projektek után, itt Mária Pócson is már tapasztaltam tegnap, hogy keressük a kis kapukat, tehát megnézzük, hogy hova lehet esetleg a rejtett helyre tenni a szemetet. Ezt őriznünk kell, illetve fokozottan figyelünk azokra az emberekre, akik hajlandók tovább szemetelni. A rekultiváció hozzájárul a települések népesség megtartó képességéhez, valamint közvetett módon fejleszti a helyi gazdaság helyzetét is, tette hozzá Szuhócki Gábor.